10 napot töltött Izraelben Fischer Iván. A világhírű karmester az izraeli fesztiválzenekarral adott koncerteket országszerte. A Kossuth díjas művész az utazásról azt mondta, most segíteni kell, lelki támogatást, erőt adni mindazoknak, akik ennek a szörnyű háborúnak az áldozatai. Vendégünk Fischer Iván. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Kívánok. Izraelbe menni most az minden értelemben gesztus. Mert valamit nyilván egy művészember kifejez azzal, hogy pont most, éppen ebben a pillanatban egy országos turnéval mutatja meg magát Izraelben. Mit akart kifejezni ezzel? Hát az volt az intenzív élmény, hogy így ránézek a nézőtérre, körülbelül 2000 ember ült általában egy koncerten a nézőtéren, és mindenki mondta nekem, hogy köztük biztos a fele olyan, akinek vagy van valami túsz ismerőse, rokona, vagy van katona, gyereke a fronton, hogy érintett emberek, és akkor mondtam egy pár szót, hogy együttérzésemet szeretném kifejezni, és valamit játszunk az áldozatok emlékére. Ez volt valahogy a legintenzívebb. És találkoztam sok emberrel, és megpróbáltam megérteni, hogy mi is van bennük. A Notonnóval kezdődött minden, igaz? Minden koncert? Igen. Dvorzsák. Miért pont az? Miért pont Dvorzsák? Hát próbáltam azt, hogy vigaszt adni az embereknek, és ugyanakkor egy kis reményt is. Szóval egy olyan darabot kerestem, ami az együttérzés vigasz remény, ezt fejezi ki. Ha ma oda megy valaki, aki külföldi, nem jár hozzájuk napi gyakorlatban, nem az életük része, azt ők hogy élik meg most Izraelben azok, akik érintettek, vagy akiknek szól az a mondat, hogy az együttérzésemet szeretném kifejezni? Én azt tapasztaltam, hogy mindenki érintett. Nagyon érdekes ez, hogy rengeteg emberrel beszéltem, és csak erről van szó, csak a konfliktusról, csak a háborúról, csak a szörnyű mészárlásról, ami ott történt. De a második mondat már ez. Tehát akármiről beszélünk, erre terelődik a szó, és mindenki ilyen mély traumát, ilyen borzasztó, sokszerű élményt élt át. Egy traumatizált nemzet. Most így éreztem az izraelieket, és amikor arról van szó, hogy például tüntetnek az egész világon, hogy Izrael túlreagál, és borzasztó, hogy 10-20 ezer áldozatot öl meg a civil palesztinek közül, hogy micsoda nyomor van ott Gázában most. Az volt az érzésem, hogy idáig nincs kapacitásuk ezzel foglalkozni, annyira eltölti őket a saját fájdalom, a saját baj, a saját tragédia. De hát ilyen az emberi természet, azt hiszem. Látott ott, érzed, nem is látott, az ember ezt nem látja, érzett reményt arra, hogy van szándék valahogy ezt befejezni? Hát mindenkit kérdeztem. Abban megoszlanak a vélemények, hogy legyen két állam, vagy ne legyen. Vannak, akik azt mondják, hogy az lenne jó, legyen egy palesztin állam, lehet, hogy lesz konfliktus, de mégis valahogy az lenne a megoldás. És vannak azt, hogy az Isten ments, ne legyen, mert az lesz a tűzfészek, onnan jönnek majd újra a terrortámadások, tessék, mi történt Gázába, onnan is kivonultunk, mondják, és ez történt, alagutak, terroristák. Tehát van, aki úgy tudom fogalmazni, hogy van, aki fél, és van, aki egy kicsit mégis bízik az egymás mellett élésben. A másik oldalról esik szó? Tehát arról, hogy egy palesztin mit élhet át, vagy hogy ott gyerekek halnak meg, mert ugye ez a világból, ez biztos hallják, hogy igazából ez a felháborodás oka, hogy mennyi gyerek hal meg a gázai övezetben az izraeli beavatkozás után. De hát nyilván ők ezt egy honvédő háborúnak és egy jogos válasznak élik a csapás után. De szó esik arról, hogy mi történik ott? Szó esik talán,
lelkileg én úgy érzem, hogy tényleg ilyen az emberi természet, amikor valaki ennyire bajba van, és az izraeliek nagyon nagy bajba vannak. Egyrészt nem csak azért, ami október 7-én történt, hanem ami évtizedek óta a fenyegetettségük, a létükét, a létüket érzik veszélybe. Körülveszi őket egy ellenséges tömeg, és az most betört az országba, és 1200 embert meggyilkolt. Majdnem mindenki ismer valakit az áldozatok közül. És ez akkora sok, hogy nincs kapacitásuk ahhoz, hogy most a palesztin gyerekeket sajnálják, a palesztin áldozatokat. Nekünk könnyű, én nagyon sajnálom, de ők azt mondják, hogy neked könnyű onnan, de mi itt félünk. Igen. Mi hazautazunk onnan, igen. Ők ott maradnak. Igen. A zenekar, amelyikkel dolgozott ez az izraeli filharmonikusok, milyen állapotban van lelkileg? Hát van egy olyan fajta kis deprimált érzés, ami, hát azt veszem észre, hogy az a humor, az a hát néha egy kicsit ilyen, még olyan fekete humor is, ami mindig megvolt, az most nincs. Tehát komolyabbak, úgy ez megvan. Ez önt is lefolytotta a próbák alatt például? Megvannak döbbenve az emberek. És a zenekarban ugyanezt éreztem, mint a taxisofőrrel, vagy bárkivel. Mennyire zsidó a zenekar? Vagy mennyire vegyes, mint hogy Izrael állam maga is? 20%-a, 25%-a talán arab. Így van, tehát ott van egy jelentős arab kisebbség, és ők jól élnek ott békésen. Az abszolút nem igaz, hogy Izrael egy ilyen apartheid ország lenne. Nem igaz, hát ott vannak, ki van írva arabul az utcanév, minden egyes utcánál. És én is ismerek sok arabot, arab barátaim vannak Izraelben is, meg máshol is. 20% arab kisebbség él ott, akikkel jól megvannak együtt, és hát ebbe lehetne segíteni, hogy ezt erőltetni, hogy nem azokat, ami az is természetes, hogy mindkét oldalon vannak a harcosak, a radikálisak, akik csak az erőben hisznek, és ez a háborút, ez fűti. De van egy hatalmas többség, akik békésebbek, és abszolút tudnak együtt élni. És Izraelben ott vannak az arabok, jól élnek együtt az izraeliekkel. Én ezért csináltam azt, mert így próbálok segíteni, hogy egy olyan zenei együttest hívtam most Budapestre, ahol arab és zsidó zenészek közösen muzsikálnak, elsősorban arab népzenét, de nyugati vagy zsidó zenét is. És most ezt az együttest sikerült ide hívni Budapestre. Mikor fognak zenélni? Ez a Omike koncertje lesz a Rumbach zsinagógában március 7-én. Az Omike az meg az ön szervezete, szerveződése, civil köre, egy ilyen művészetpártoló társaság alapvetően, amelyik kulturális egyesület. Ez egy kulturális egyesület, mindenféle kultúra ott felbukkanhat, azt szeretnénk, hogy koncertek, irodalmi események, kultúra legyen. A Rumbach zsinagógában vannak a rendezvények, és ott most március 7-én együtt fognak játszani olyan zsidók és olyan arabok, akik tudnak együtt működni, tudnak együtt élni, és akik nem ölik egymást, hanem muzsikálnak együtt. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt bemutatni, és ezeket az embereket támogatni. Azt, hogy mit vitt, azt elmondta az előbb, voltak éppen az együttérzését fejezte ki a művészetével, azért ment oda. Mit hozott Izraelből? Tanulságot. Hogy mi is ott a baj, mi miatt, hogy jött létre ez a baj, és mi lesz a jövő. Azt hiszem, hogy ezt tanultam meg. Mi lesz a jövő? Hát én azt hiszem, hogy akkor van esély arra, hogy lassan-lassan a sérelmek így csökkenjenek az emberekbe, és tudjanak egymást élni, ránézzenek egymásra, és észrevegyék az embert a másik oldalon is. Akkor van erre esély, ha nagyon sok idő eltelik, és ha nem a radikálisok uralkodnak egyik oldalon se, hanem a mérsékeltek.
nem ártana Izraelben is, hogy a mérsékeltek kerüljenek hatalomra, nagyon sokan akarják ezt, és nagyon jó lenne, ha az arab oldalon, a palesztin oldalon is olyan emberek vezetnék valahogy ezt a pár millió szerencsétlen, borzasztóan megkínzott tömeget, akik tudnak Izraellel együtt élni. Ez lesz a jövő, hogy mennyit kell erre várni, hát ezt nem tudom megmondani. Mi itt, amik a híradót nézték, a kedves nézők, már beszélgettünk, és szó esett arról, hogy mi minden tartja izgalomban a magyar társadalmat újra, és most aktuálisan is. Ez, ha az ember hazajön Izraelből, vagy elmegy Ukrajnába, tehát vannak a világnak olyan pontjai elérhető távolságban is, ahol szörnyűségek zajlanak, akkor egészen más fénytörésbe kerül? Hát igen, bevallom. Szóval ott rémdráma van, és hogyha onnan így elgondolkodom, hogy mi az, amit a hazai közéletet megmozgatja, ezek ilyen kis piszkálódásoknak tűnnek. Szóval nagyon, nagyon más szinten van a baj. Ott a létükért küzdenek az emberek, és hát a gyerek, az unokaöcs, a szomszédnak a kislánya be van zárva egy alagútba, Gázába hónapok óta, vagy családokat kiirtottak. Borzasztó helyzet van. Visszamegy? Igen. Megvan a konkrét terv, hogy mikor, és hogy hát ki kell, hogy játszik? Kell időpontot találni, de én nagyon fontosnak tartom, hogy hát most segíteni kell, nagyon kell segíteni, azoknak kell segíteni, akik tudnának együtt élni, hogy alakítsák ki valahogy azt a helyzetet, hogy nem lövik egymást, hanem elviselik egymást. Ez a zene jó? A zene segít? Nagyon segít. Hát ha a zene nem segít, akkor semmi, de a zene segít. Fischer Iván, köszönöm szépen, hogy megtisztelt minket. Köszönöm.